Idén januárban a rendkívüli tartós hidegnek köszönhetően kis hazánkba befagytak még a nagyobb állóvizek, és még a Dunán is jégtorlaszok alakultak ki. Így Jámbor Attila egy befagyott tó vizéről jelentkezik, és bemutatja a Dovid 2017-es év újdonságait. Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket! Új év, új csalik, újdonságok, gyerekkorom egyik meghatározó horgásztaván vagyunk, de most éppenséggel nem horgászok, hiszen látjátok, be van fagyva alattam a víz. A újdonságokat úgy gondoltam, hogy most így elmondom, bemutatom nektek, de reméljük, hogy ha a víz kiolvad, akkor majd eljönk is élőben, és meg tudom mutatni, hogy mire is képesek ezek a csalik. Amikor a tesztcsapatunk kitalál egy újdonságot, azt nem úgy kell elképzelni, hogy reggel fölkelünk, és akkor csináljunk mondjuk egy süllyedő vagy egy lebegőbojlit, hanem vagyunk egy jó páran, 8-10, de lehet, hogy még többen is. És akkor jönnek az ötletek, összegyűjtjük az információkat, folyamatosan figyeljük a trendeket, kiállítások alkalmával, vagy közösségi oldalakon is megkérdezzük a horgászokat, hogy milyen csali lenne az, milyen újdonság lenne az, ami nekik esetleg a következő évben, vagy éppenséggel egy szezonban jól jöhetne, és ugye halat is lehet vele fogni. Nos, ezeket mi összegezzük, leülünk, megbeszéljük, hogy mik azok, amiket esetleg figyelembe lehet venni. Ugye csalik terén, etetőanyagok terén, ugye tavaly évben is nagyon sokat fejlesztettünk etetőanyagok terén is. Ez azért most a csaliké lesz, el is hoztam egy párat ide, majdnem az összeset, de van még azért a tarsolyunkban egy-két dolog, amit majd évközben is úgy gondolunk, hogy kihozzuk. Ezek a csalik, mint mondtam, nem egyik napról a másikra születnek meg, hiszen egy hatalmas tesztsorozaton kell, hogy végigmenjenek, mint fogóság, mint ízvilág, mint színek. Hogyha fölcsalizzuk a horogra, akkor azt le kell tesztelni, hogy csobbanás után a vízben rajta marad még, nem marad rajta. Én úgy gondolom, hogy minimum egy év kell egy jó csalinak a kiforrásához. Különböző víztípusokon vannak ezek a csalik bevetve, tehát nem elég egy szokványos, általános horgásztavon ezekkel horgászni, elmegyünk bányatavakra, vadvízre. Tehát úgy gondolom azt, hogy az egész évet végig teszteljük. Aztán miután ezeket a teszteket véghez vittük, eredményeket összegezzük, és akkor kialakul egy konkrét receptúra, ami alapján elkészítetjük ezeket a csalikat, illetve elkészítjük. Nos, hétféle csalit hoztam a mai napra, és egy pasztát. Vannak itt, úgy gondolom, hogy ennek az évnek az igazi sikertermékei lesznek. Személyes kedvencem, a Magic Method termékcsalád, úgy gondolom, hát, horgászataim 90%-át lefogják. Nagyrészt ezekkel a csalikkal horgászom. A etetőanyag, boili, ugye mini boili, a likvidek, a metódgél, mind-mind repertoáromban van horgászataim során. És ugye nem csak a metód horgászokra gondolva, hanem egy picit a más típusú horgászmódszerek felé hajló pecásokra is figyeljünk. Csináltunk egy 11 mm-es boilit. A szokásos oldódási idővel, azzal a tésztával került ez is begyúrásra, mivel a kisebb méretű társa is tökéletesen áll, ez is horgon, ugye ez is pop-up, akár egy oldódó boilit el tudok képzelni, egy oldódó süllyedő boilit, egy ilyen Magic Method boilival párba, vagy éppensége hóember formába felkötve, igazán fogós csali lehet, tehát az 5-10 itt is, ami a Magic Method termékcsaládban megtalálható, ezt ugyanúgy a nagyobb verzióban ugyanúgy megcsináltuk ízesítésben. Ez egy nagyon jó kis csali variáció volt a tavaly évben is, és a horgászok visszajelzése is az, hogy működik a dolog. Mutatok egy újdonságot, ez pedig a Wormból, egyik teszthorgászunknak a fejéből pattant ki az ötlet. Mikor jött az ötlet, hogy csináljunk ilyen liofilizált szúnyoglárvás csalikat, akkor egy kicsit úgy meghőköltünk, hogy úristen, hogy fog ez kinézni, hogy fog ez működni, hogy csináljuk a szúnyogot, hogy aroma, nem aroma. És akkor jött ez a liofilizált sztori, tésztába elég nagy mennyiségű vörös szúnyoglárva bekeverve, úgyhogy ez vízbeérkezés után fölcsaliztuk, akkor ezek a kis szúnyoglárvák elkezdenek fosztani ugye a csali körül, ami ugye egy plusz figyelemfelkeltés a halak számára. Másik jó szempont az, hogy ez valódi szúnyoglárva, tehát még a szárított verzióban is van, azért az íze, a karakterisztikája az megvan a csalikba. Ugye itt is többféle ízben csináltuk meg a csalikat, ugye ananász, tavikhagyló, fokhagyma, eper, fűszerméz, és ez is ugye 11 mm-es méretben, aztán van 8 mm-es méretben az igazi finom metód horgászoknak. Szerintem ez egy brutál jó csali lesz a 2017-es évben. Akár az oldódó boilinál, akár ennél a Wormbombnál úgy lettek megcsinálva a csalik, hogy azok csali tüskére mind a két fajtára, ugye most már van a vékonyabb csali tüske is, ugye a vastagabb is, tökéletesen állnak, nem bombixét, nem repecét és a dobást is bírják. Úgyhogy ez a csalival mi nagyon sokat horgáztunk, sok szép halat sikerült vele fognunk, úgyhogy reméljük ennek az évnek a siker terméke lesz. A Wormbollal én úgy gondolom, hogy egy olyan csali családot kezdtünk el gyártani,
aminek majd lesz többféle változata is, de ne szaladjunk ennyire előre. Nézzük meg majd 2017-es év mit mutat ezzel a csalikkal kapcsolatban. Aztán ugye a oldódó bojlik és a pop-up bojlik tekintetében 10 mm-eseket is gyúrtunk, erre volt nagy igény, ezt nem mi találtuk ki, ezt a horgászok kérték, hogy legyen ilyen is. Rengeteg fogyott belőle a tavalyi évben, úgyhogy mi gondoltuk, akkor ezt a 10 mm-es verziót ezt megcsináljuk lebegő és süllyedő változatban is. Ez is többféle ízben, eper, fűszermész, tavikhagyló, ananász, szemszájnak ingere, akár hóember formába, csak magába, bárhogy föl lehet csalizni. Nagyon jó szúrható, tehát tésztállagát is sikerült úgy eltalálni, hogy az furható legyen, csali tüskére is jól illeszkedjen, szuperül össze tudtuk hozni. Tehát igazi élmény és fogóspecálnak lehetünk tanulni, hogyha ezeket használjuk. Ugye az oldódó bojlinak az a jó tulajdonsága, ugyanúgy a pop-upnál is és a süllyedőnél is, vízbeérkezés után egy ilyen kocsonyás réteg képződik egy pár perc elteltével a csali körül, ami folyamatosan bomlik le, alaknak felkelti az érdeklődését, és ezáltal kíváncsivá téve őket, megkóstolva a csalit, beszippantva a horgot, meg lehet őket fogni. Ízbe lehet itt variálni, most már azt szoktam mondani, hogy egy fokhagymás, vagy egy ananászos, meleg vízbe, hideg vízbe, vagy akár mind a kettőt felfűzve, összekötve eredményes lehet, próbálgassunk. Most ez ötféle ízén úgy gondolom az éppen elegendő arra, hogy akár egy egész szezont az évszakoknak megfelelően mindegyiket végig tudjuk horgászni, próbálni, akár ezeket dokumentálva is egy-egy víztípuson sikeres lehet egy-egy ilyen variáció. Aztán jön egy személyes kedvencem, ami nagyon sokat agyaltunk, mi így a Dovid Féder Team-en belül ugye tagok, hogy kellene egy olyan csali, ami fluoreszkális, mégsem olyan kemény, de mégis puha, a kettő közti verziót el tudjuk találni. Ha ezt vékony vagy vastag csali tüskére rakjuk és mondjuk dobunk egy hatalmasat, akkor az a csali rajta maradjon, fogós legyen. Sikerült megalkotnunk a Flowit termékcsaládnak. Ugye ennek a termékcsaládnak van etetőanyag spréje is, és ugye most itt van két méretben ez a csali. Ez a Flowit Spice, amit a kezembe fogok, ez egy 7 mm-es, de készült 9 mm-es verzió is belőle. Nagyon intenzív, erőteljes, karakteres illata, íze, aromája van neki. Kibontjuk a kis tégelyecskét, és megfogjuk a csalit, akkor ugye ez a dumbbell forma, ez minden szempontból egy nyerőforma, ruganyos, rugós, mondhatom azt a külseje, vízbeérkezés után, amit majd most nem ebbe a helyzetbe, hiszen nagyon hideg van, beleöntenénk az akváriumba a vizet, már meg is fagyna, ugye mínusz 12-14 fok van, majd benti szobai körülmények közt ezt majd szemléltetni fogjuk. Azért én hoztam egy metód kosarat, függetlenül attól, hogy most be van fagyva minden, és olyan furcsa, egy picit nedves volt a zsinór, meg ugye a kosárnak a része, és már meg is fagyott. De attól függetlenül egy csalizás még belefér, ilyen direkt nagyobb csalitüskét választottam. Nagyon fontos az, hogy ismerjük a horgunkat, csalitüskénket, zsinórunkat, felszerelésünket, és ilyen hideg időkben nagyon jó ez az otthoni akváriumos sztorizgatás, hiszen ha a táskánkból kipakoljuk ugye az összes csalinkat, kötünk többféle előkét, kis horoggal, nagy horoggal, vékony csalitüskével, vastag csalitüskével, akkor van időnk arra, hogy letesztelgessük, hogy vajon a mederfenéken hogy viselkedik az a csali. Nagyon sok esetben kicsit megtévesztő lehet az akváriumi próba, hiszen a mederfenéken nem ezek a nyugodt viszonyok vannak. Ott jönnek, mennek a halak, van egy természetes áramlása ugye ennek a részének a víznek. Teljesen másképp viselkedik a csali. Nagyon fontos az, hogy a fölcsalizott horgunk hogy fog viselkedni, hogyha esetleg elúszik mellette egy hal. Mondjuk az a dumbbell forma, vagy ez a kerek forma, majd merre lenki, jobbra-balra, mennyire lesz figyelemfelkeltő. Ez éppenséggel erre jó. Nos, csaliznék is akkor egyet. Ebből a 9 mm-esből. És könnyedén be is lehet szúrni. Stabilan, repedés nélkül benne van, és ennyi az egész. Aztán majd ezt berakjuk az akváriumba, akkor pontosan le tudjuk tesztelni azt, hogy ezzel a 10-es fonottal, ezzel a 12-es horoggal, vastagkúsú horoggal, meg ezzel a csalival csak éppensége annyira fogja kiemelni, hogy a csali meglebeg, vagy éppensége teljes előkehozva. Én ezt már kipróbáltam különböző körülmények között. Ez a dumbbell formájú 9 mm-es csali, ez éppenséggel ennyire fog kilebegni. Tehát pont azt a szerepét tölti be, amire hivatott. Ezzel is kikönnyítve a horgot, segíti a kapást ugye, és a halnak, hogy könnyedén be tudja szívni. Sikerült egy olyan receptúrát összeraknunk, amiben a Flowit festék, tehát ez a Flow festék, amit belekeverünk, ezt sikerült olyan arányban eltalálni, hogy fokozatosan, amíg a csali a vízbe van, azzal az erőteljes intenzitással nyomja ki magából ezt a flós festék réteget,
az elejétől egészen a végéig, amíg éppenséggel kapást el nem tudunk érni. Utána ugye kapást elértünk, vagy cserélünk, vagy nem, még az a jó tulajdonsága is megvan, hogy akár több halat is meg lehet fogni egy csalival, hiszen a csali tüskére feltűzzük, az garantáltan rajta marad. A tésztája mégis puha, de én úgy gondolom, hogy dobásálló és haláló is, hogyha esetleg úgy van. A hőfokra is érdemes figyelni, tehát nagyon sok csalinál, amikor teszteljük, nyáron is, hogyha egy bányatomon horgászunk, a felső vízréteg másfél méterig lehet 28 fok, de egy ilyen 5-6 méteres vízménységben jött lehet 5-6 fok is akár. Tehát nagyon fontos, hogy a csalink úgy készüljön el, és úgy eresztse ki magából ezeket az ízeket, és az ízeknek nagyon fontos szerepe van, hogy az egy 4-5-10 fokos vízbe is kifejtse hatását, és egy 20-25 fokos vízbe is. Aztán lehet kísérletezgetni ugye 7 mm-es csalitüskével, nagyobb poroggal, kisebb poroggal, vég lehet az egész repertoárt is próbálgatni, akár a 10 mm-es bojlival, 11 mm-es ugye Magic Method bojlikkal. Azért próbálunk mindig olyan felhajtó erejű csalit készíteni, ami minden körülmények közt beválik és jó lehet, de ettől függetlenül ez az akvárium tesztpróba, ez nem maradjon el. Rengeteg olyan információt tudunk gyűjteni, amivel majd később egy nyári meleg napon éppenséggel elővéve azt a verziót, azt a csalizási trükköt éppenséggel halat tudunk fogni. Ez a nagyon kis, szuper, kicsit gumis állagú csali lett ugye a végeredmény, ami mondom brutális mennyiségű fluoreszkáló anyagot enged ki magába, és ezzel is ugye a figyelmet felkeltve a halaknak sokkal jobban összpontosul. Ugye ez a 7 mm-es verzió a metódpecásoknak elengedhetetlen, kiadós a kis tégelyecske, tehát pici is, akár az összes ízvariációt kipróbálhatjuk, még a zsebünkbe is belefér, nem kell túl variálni a dolgokat, 1-2 szezonra bőven elegendő mennyiség van benne. Aztán ez is egy közkívánat lett, a Fluovit paszták, ez is 150 g-os kiszerelésben került forgalomba, ugyanaz a paszta található ebben, mint a megszokott Dovit paszták, de mégis van benne egy kis plusz, tehát mind állagában egy kicsit sejmesebb, finomabb lett. Ezt is meggyúrva akár gombóc formába, vagy kis golyó formába, vagy éppenséggel a csalit körülölelve nagyon jó és hatásos lehet. Oldódása közben azok a felszálló fluó szemcsék nagyon látványosak és nagyon figyelemfelkeltők lehetnek itt is a halak hatására. Ugye ebben a kis tégelyben rengeteg mennyiség van, akár ólomra és ólompasztaként is simán el tudom képzelni. És ugye ebből is az ötféle ízben készült verziók, úgy ahogy az etetőanyagban, vagy a Fluovit spraybe, vagy a többibe. Nagy reményem van ebbe a pasztába, én azt látom, hogy egyre többen kezdenek el pasztával horgászni, és ugye a paszta az egyik olyan fogós csali, amit hogyha használunk egy ilyen csúnya szóval is agyontelepített halakat többször megfogott tavon, ahol ilyen kis praktikákkal, ugye most már lehet kapni egy pici pasztakosarakat, vagy belegyúrunk egy picit, vagy olyan formára tudjuk alakítani magunknak a csalikat, amelyre akarjuk. Egy forma is, ugye egy dumbbell forma is lehet figyelemfelkeltő, egy golyó forma is lehet figyelemfelkeltő, a kettőnek az ötvözete is lehet sikeres. Lehet, hogy egy napot végighorgászunk külön-külön a két csalival, de a kettőt összeraknánk, lehet több halat fognánk. Tehát úgy gondolom, a paszta ez egy nagyon sikeres terméke lesz majd ennek az évnek. Ezekkel az újdonságokkal készültünk erre a 2017-es évre. Reméljük majd, hogyha kiolvadnak a vizeink, vagy akár itt a Balástó is, ahol vagyunk, akkor majd élőben meg tudjuk mutatni ezeket a csalikat, hogy mennyire fogósak, és hogy mennyire hogy működnek aktív körülmények között. Kívánok ezzel nektek így most boldog új évet, és sikerekben gazdag, fogásokban gazdag rengeteg pecát, úgyhogy legközelebb találkozunk a vízparton. Sziasztok!